A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az előző tanévben írta ki először a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatot. Erre a címre azok az oktatási intézmények jelentkezhetnek, amelyek valamilyen módon beillesztik a fogyasztóvédelmet, illetve a fogyasztói tudatosságra nevelést az oktatásba. A köznevelésben ugyanis kötelező tantárgyként ez nincs jelen. Azt látjuk, hogy nagy sikere van a pályázatnak, ugyanis a tavalyi évben összesen 23 iskolának adtuk át ezt a díjat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként tavaly egy iskolának tudtuk átadni, és az idei tanévben, amikor megújítottuk a pályázatot, ugyanis belkerült egy külön kategória, amely a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet oktatását is díjazza, hiszen ugye ezekből az iskolákból nem csak a jövő fogyasztói, hanem a jövő vállalkozói is kikerülnek, úgyhogy éppen ezért fontos számunkra, hogy egyfajta fogyasztóbarát vállalkozói szemléletet is kapjanak a diákok az iskolában. Tehát ebben a tanévben pedig 10 iskolának adtuk át a díjat. Ez elsősorban egy elismerő cím, azonban tavaly a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10 millió forintot fordított arra, hogy a különböző civil szervezetek az intézményekkel összefogva oktatási programokat valósítsanak meg. Van egy nagyon klassz szakkörünk, ami 60 órás szakkör, 20-21 gyerekünk vesz rajta részt, és a szavatosságtól a jótálláson át a fogyasztói reklamációk kezeléséig, média használatig, internet használatig nagyon-nagyon sok és szertágazó feladatot megoldanak, ami segíti a tudatos fogyasztóvá válásokat, és természetesen a szakkör mellett, ami heti 2 órát jelent a gyerekeinknek, ezen kívül úgynevezett projektnapok keretében is igyekszünk a gyerekeknek ezt a fajta tudást. Ezeken a tematikus napokon különböző projektmunkákat készítenek a diákok, amelyek bemutatják és segítik a hosszú távon fenntartható fogyasztói tudatosságot. Ez pedig a település számára is motiváló. Tudatos fogyasztói szemléletre való nevelés nagyon fontos a mai fiatalság számára. Épp ezért, amikor egy miniszteri elismerést kap egy város intézménye, ami 2012-ig a saját intézményünk volt, úgy vélem, hogy egy bölcs döntést hoztunk 2012-ben, amikor is a Baptista Egyháznak adtuk át a fenntartói jogokat. Ugyanakkor a háttérben a város ott van, és fontosnak tartja az itt tanulók mindennapjait. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium továbbra is várja a pályázatokat, és a tervek szerint idén nagyobb összeggel járul hozzá a fogyasztói tudatosságra nevelő programok megvalósításához.